és 2001-ben történt egy sajnálatos baleset, leléptem a járdáról, és leültetett az élet a szószoros értelmébe fél évre, és elgondolkodtam, hogy mi az a maradandó dolog, amit még én ebbe az életembe elkezdhetnék csinálni, és a közösségnek, az embereknek is tetszen, és bemutathassam. Igazán nem gondoltam először én kiállításokra, csak arra, hogy úgy megtörténjen, hogy legyenek ezek a képek. És 2004-ben lett az igazi apropója, amikor 100 éves lett a zsinagóga, az zalaegerszegi zsinagóga, és akkor kezdtem el a jelképek közül ezt a képet, illetve nem ezt a képet, mert ez már a kicsinyített változata, ugyanis van egy 130x160-as, ami 1200 munkaóra és 250 ezer öltésből áll, durván. És sajnos akkorára sikerült tartani az Ötvös utcában.